Üdvözlök mindenkit, én Szolik, azt mi láthatjátok a Gran Turismo 2 című játék, folytatjuk akkor szépen tovább. Na, előző részben ugye azt mondtam, hogy a Gran Turismo ligában a Euro Pacific, illetve az Euro League futamokat fogjuk megcsinálni, de nem, mert úgy döntöttem, hogy legyen inkább egy kicsi változatosság, úgyhogy megyünk egy Endurance-t, jó? Megyünk egy 100 mérföldes Endurance-t, mégpedig a Lancer-re fogunk menni. Ez gyakorlatilag, ha jól emlékszem, akkor ez egy 40 vagy 50 körös verseny, de emlékeim szerint 40 körös, úgyhogy a mostani részben ezt fogjuk megcsinálgatni és összefarmogatni a cuccokat. Na, akkor szépen fogjuk magunkat, aztán nézzük, hogy mi az, ami van nekünk. Turbót rátesszük, az racing, igen. Hát ez most meg már nem tudom rátenni, mert 591-es lóerő a maximum, és akkor nekem így van 557. Már egy picit. Na így már jobb. És akkor így van 589-es, nagyon jó, úgyhogy 2 ponttal vagyok lemaradva. Csak. Na, úgyhogy akkor hajrá, nincs is más hátra, mint előre. És igen, a Lancerrel fogunk akkor menni, és egy 40 körös Endurance-et csinálunk itt a Seattle-i pályán, és a Seattle-inek is a hosszabbik verziójával. Nem kérdéses, hogy nyerni fogunk, mert igazából gyorsabb vagyok az összes többinél, meg az összes többi autó gyakorlatilag... mi az? Izomautó. Én meg ugye egy versenyautó vagyok igazából, egy speed. Tehát én nekem jó a gyorsulásom, meg jó a sebességem is, kár, hogy csak 125 mérföld, 130 mérföld per órás sebességgel tudok maximálisan menni. De nem gond, igazából az egyenes szakaszokban lesz ez problémás, meg ugye akkor, hogyha kicsúszok. Bocsi. De jó. Hát remélem, hogy ezt ti nem látjátok, hogy a java éppen ott bejött alulról. És remélem, hogy nagyon gyorsan el is tűnik onnan, köszönöm. Na, haladunk szépen tovább. Hát jó, igazán most kapcsoltam be nemrég a gépet, úgyhogy nem csodálom, hogy most jönnek fel ezek az üzenetek. Na, szóval 40 körös. Nem tudom, hogy hogyan kellene majd kimenni a boxba, de jó lenne mondjuk egy... Hát mennyi kört kéne menni? Mondjuk egy 15-öt. Mondjuk a 15. körnek a végén kimenni, meg a 30. körnek a végén kimenni. És akkor az úgy talán, azt mondom, hogy arányaiban jó lesz. De majd meglátjuk, hogy hogyan kopnak a gumik. Jó, és nagyjából, ahogy nézem, ilyen 1.40-es, 1.30-as időket tudok majd azért menni. Legalábbis bízok benne. Most egy kicsit sokat tököréztem az első körben. Ugye végülis repülőrajt is volt, meg az is közrejátszott, hogy egy kicsit megcsúsztam. Hát hidegek voltak a gumik, még nem melegedtek be üzemi hőmérsékletre, úgyhogy azért volt ez a kis megcsúszás, de most már minden jó. Most már jól alakul, most már jól tapad a szekér. Úgyhogy megnézzük majd, hogy mit tudom, itt a második körben mennyit tudok menni, meg a harmadik körben, és akkor átlagban ki tudjuk számolni, hogy hány perc alatt fogunk végezni ezzel az Endurance-szel. Úgyne. Na, számításaim szerint, ha minden jól alakul, akkor ezzel az Endurance-szel, illetve majd a következő részben az Európai Ligával, illetve a Pacific Ligával együtt össze fog jönni a 440 ezer kredit. És hogyha ez össze is jött, akkor pont meg tudom venni a Roof Sport CTR2-est, vagy CTR2 Sport, azt hiszem ez a neve. Tehát ezek a szavak vannak benne, csak nem biztos, hogy ugyanebb ezekben a sorrendekben, de körülbelül igen, ezekről van szó. Faladja a másikat, igen. Jó, 1.30-as idő alatt azért tudom teljesíteni a dolgokat. Főleg, hogyha zöldben van a gumi, a kerék. Nyilván, ahogy majd tellik az idő, egyre nagyobbakat kell majd fékeznem, egyre nehezebben fogom bevenni a kanyarokat, illetve egyre rosszabb lesz az időm.
De egyelőre, hogyha az 1.40 alatt azért tudom tartani, akkor ez így jó lesz. 1.40 meg 1.40, az gyakorlatilag 2 perc, 3 perc, 20. Akkor azt jelenti, hogy körülbelül 3 kört azt olyan 5 perc alatt teszek meg. Akkor nagyjából egy 50 perc, 1 óra alatt azért csak végzünk. Majd meglátjuk. Mondjuk amikor ilyen 10. kör környékén vagyunk, majd akkor azért meg lehet szorzózni 4-essel, és akkor majd tudni fogjuk, hogy mi merre hány méter. Meg ugye az is számít, hogy hányszor megyek ki a box utcába, pitbe kereket cserélni. De szeretnék mondjuk úgy maximum 2-szer kimenni. Tehát a 15. körbe szeretnék, meg a 30. körbe szeretnék. Na, de hát akkor itt van ugye a megint a vissza nem térő alkalom, hogy valamit beszélgessünk addig, amíg ugye megy ez a felvétel, meg ugye megy ez a versengés. Amennyire csak lehetséges. Mert például azon gondolkodtam ugye mostanában, meg igazából most jutottam el arra a pontra, hogy ilyen füles, tehát ugye van nekem ez az okostelefonom, na jó, azt gondoljátok, hogy most miért veszek az okostelefonról, semmi köze nincs a Gran Turismo 2-höz. Na mindjárt meglátjátok, hogy miért lesz köze hozzá. Na, tehát hogy van nekem ez az okostelefonom, és nekem az a helyzetem, hogy mostanában történik az a csodálatos dolog, hogy azon gondolkodtam, hogy autóvezetés közben is kellene beszélgetnem másokkal telefonon. De hát ugye nyilván úgy kellene beszélgetnem, hogy... igen, hogy ugye nem a kezembe fogom a telefont, hanem le van téve, és akkor mondjuk egy csatlakozó segítségével egy fülesen át keresztül lehetne ezt csinálgatni. Bár mondjuk, ha jól emlékszem, akkor nem vagyok amúgy benne annyira biztos, de ha jól emlékszem, akkor ezt nagyon nem szeretik a rendéber őrei sem. Úgyhogy lehet, hogy ez nem is annyira jó megoldás ebből a szempontból, hogy ilyen füleses telefonálásokat csinálni. Mert elvileg azt hiszem, amikor ugye ez a felvétel készül, akkor úgy tudom a jogszabályból, hogy semmilyen úton, módon nem telefonálhatsz vezetés közben. Mert ugye az büntetik. Tehát az se megengedett, tudtommal, hogyha te kihangosítóval telefonálsz. Aztán ki tudja, lehet, hogy én vagyok tájékozatlan ebben az ügyben. Igen, mostanában ezzel szoktam ugye szórakozni, és ezen szoktam gondolkodni. És ugye az ötletből jött ez a dolog, hogy itt a Gran Turismo-ból is gyakorlatilag ugye versenyzek, megyek itt jobbra, balra, előre, hát, és közben sztorizgatok. Ugye nektek, miközben van egy fülesem, meg ugye van egy mikrofonom, és akkor ugye abban beszélgetek, de azért közben én figyelem az utat is, figyelem a féktávokat is, és ugye kanyarodok, meg minden így úgy amúgy, próbálom ugye nem odaverni magamat a falhoz. Című történet. De ugye nyilván ugye ez egy videójáték, szóval ugye nézzük azt, hogy gyorsan is megyek, meg ugye persze azért kocogatom a falat így úgy amúgy, de hogyha mondjuk egy városon belül mondjuk 50 km/h-val megyek, akkor ugye ez mennyire tereli el a figyelmet ebből a szempontból, mert azért igen. Tehát talán nem is az a probléma ebből a szempontból, tehát nem is az a tilos talán, hogy az ember kihangosítóval használja a telefon, meg így úgy amúgy, hanem az, hogy elvonja a figyelmét a sofőrnek. De mondjuk ebből a szempontból meg igazából bármire rá lehetne ezt mondani, én szerintem, hogy elvonja a figyelmét a sofőrnek az útról, meg a közlekedésről, mert most... Hát mondok egy nagyon jó példát, például vannak ezek a hölgyek, vannak azért a nők. Hát ugye mi férfi társaim azért tegyük a szívünkre a kezünket, amikor látunk egy nagyon csinos nőt, hát azt szeretjük hosszan nézni. Na most, hogyha vezetsz, akkor ugye... Sajnos, nem sajnos, de azért van egy ilyen mechanikád, amikor azt mondod, hogy igen, az utat kéne nézni, de nem bírsz az ösztöneidnek parancsolni ebből a szempontból, és igen, azért hosszan elkezded nézni. Szóval, hogyha azt nézzük, akkor egy csinosan felöltözött hölgy, aki megy az utcán, az is egy figyelem elterelő... Hogy volt ez megfogalmazva? Figyelem elterelő tényező, talán?
És hogy akkor ebből a szempontból, hogyha így nézzük a dolgokat, akkor a hölgyet is meg lehet ebből a szempontból büntetni, hogy zavarta az autósokat, és hogy esetlegesen balesetet okozott ebből a szemszögből, ebből a szempontból. Tehát így nekem így felmerülnek néha napján ilyen kérdések, igen. Tehát hogyha valaki autóvezetés közben telefonál és balesetet okoz, akkor ugye ő a hibás, mert ő fogta a telefont, ő beszélt így úgy amúgy. De hogyha mondjuk ezt egy csinos hölgy, aki sétál az utcán, és miközben vezetünk, és úgy okozzuk utána a balesetet, mert nem figyeltünk oda az útra, akkor így ki a hibás? Ugye megint a sofőr a hibás abból a szempontból, vagy mondhatja azt, hogy elterelték a figyelmét? És akkor elővehetik a hölgyet. Bár akkor a telefonálás szempontjából is akkor lehetne egy olyat mondani, hogy a másik hívó, aki ugye kivel beszélt, hogy azt terelte el gyakorlatilag a figyelmét. És hogy akkor arra fogni ezeket a dolgokat. Tehát benne vannak ilyen furcsa kérdések ebből a szempontból. Aztán ki hogyan. Na, ahogy nézegettem a gumi állapotát, hát a 15 kört azt nem fogjuk tudni kibírni. Mert ahogy nézem, ugye a hátsó gumik azok most kezdenek el a zöldből átmenni a sárgába, még az első kerekek azok már határozottan a sárga tartományban vannak. Hát jó, megnézzük, hogy hány kört vagyok képes kibírni. Ezzel a garnitúrával így, miközben ugye nyomatom a lekörözéseket. Dur. Aztán lehet, hogy ebből három kiállás lesz, lehet, hogy a 11. Hát mondjuk attól függ, igen, hogy meddig bírja ez a történet. Hogyha mondjuk a 10., 11. körig kibírja, akkor tényleg azt mondom, hogy a 11. meg a 22. meg a 33. körben majd kimegyek kereket cserélni. Ha nem, akkor meg érdekes lesz ez így. Mondjuk, hogyha csak 9 kört fog kibírni, akkor az hogyan van? 9, 18, 27, 36. És akkor mit tudom, az utolsó körök előtt pár körrel jöjjek még ki egyszer. Hát jó, minden, meglátjuk. Most egyelőre 8 kör alatt, hát lassan azért megy a narancs-sárga tartományba. De majd kiderül. Ja, szóval vannak ilyen kérdéseim, ugye ebből a szempontból az érdekel a ti véleményetek is. Hogy szerintetek ebben a szituációban így, hogy ki a hibás, meg hogy tényleg ugye egy olyan világban élünk, hogy az ember ugye már mindennel tud védekezni. Mindenkire rá tudja fogni a dolgokat, ugye jogszabály, meg így úgy amúgy, szóval. Én nem lennék meglepődve, hogyha történt volna már ilyen eset. Hogy arra fogták volna, hogy egy nő. Egy csinos nő sétált az utcán, és hogy ő okozta gyakorlatilag a balesetet. És akkor így gyakorlatilag a balesetben résztvevők, azok így úgymond megússzák a büntetést. Meg a kihágás, meg az ilyeneket. De hát igen, na. Figyelem elvonó tényező. Azt hiszem így van megfogalmazva, de ebben nem vagyok benne biztos. Hát az eléggé meglőtt a kanyar. Meg azért a féktáv is. Így a 8. körnek így a végére, úgyhogy szó. Hát mindegy, ki kell bírni valahogy. Mert ez így nem állapot. A 11. Igen, a 9, 10, 11, igen. Tehát még ez a kör, mert még ezen kívül kettőt ki kéne bírni. És akkor utána kimegyünk a boxba, és akkor igen, úgy lesz, hogy 11., a 22. és a 33. körbe. Megyek ki. Vagy még azt is megjátszhatom amúgy, hogy a 10. után, a 20. után, és a 30. után. Még az se rossz igazából, akkor is ugye három kiállásos taktika lesz. Csak ugye melyik éri meg jobban? Bár mondjuk oly mindegy, ha melyik éri meg jobban, mert így is, elől vagyok. És ahogy nézem, a második helyen lévő kollega az elvileg ott megy elől? Nem. Nem, a második helyen lévő kollega az most előzi le az utolsót a térképen.
Úgyhogy a második helyen lévő kollega előtt igazából csak egy fél pályányi hosszon van jelen pillanatban. Talán pont egy, pont egy darab box kiállásos idő van a kollega előtt. Aztán ki tudja. Dur. Jó, megvárom, amíg az egyenes szakaszba leszünk. Igen, csak az a gond az egyenes szakaszban, hogy nem tudom leelőzni, vagy hát le tudom, csak... Csak inkább fogalmazom, hogy legyorsulni nem tudom. Igen. Talán ez a megfelelő kifejezéssel. Hát... Szó-szó. Hát ezt a kört még azért kibírja a gumi. A kérdés az, hogy esetleg még egy kört kibír-e. Fogalmazzunk úgy, hogy jó lenne. Dur. Hát jó, mindegy. Még szerintem kibírja azt az egyet. Sőt, lehet, hogy még kettőt is kibír. Jó, még egy kör kibírunk, jó? Amíg tudom tartani az időt, addig jó lesz. Hogyha tudom tartani ezeket az 1.33-as időket, addig kimaradunk. Mindjárt megnézzük, hogy ez a köröm ez így mire volt képes. Jó, 1.31-es, teljesen jó. Teljesen vállalható. Jó, akkor ennek a körnek a végén bemegyünk. Jó, akkor kibírja. Akkor 11, 22 és 33. És akkor az úgy már jó lesz. Ja, eléggé nagy már a féktáv. Vagy hát nem is az, hogy a féktáv, hanem eléggé csúszik. Hú, de fura lesz majd az, hogy igen, föltesszük a hideg gumit. És akkor hideg gumi után, hogy hirtelen kezesebb lesz. De igen, ez a narancs, ez már kezd azért átmenni vörösbe. És a vörös gumival azért az már nem nagyon pálya. A versengés. Dur. Hát jó, szupersoft igazából, tehát szupersoft kerekek vannak, úgyhogy igen. Enyhén durva. Jó, hát ez már nagyon átmegy pirosba, úgyhogy... Irány a box, irány a pit. Egy. Na. Akkor az első kerékcserénk az meg is lesz. Oké. Okay. Kicsit megemelték az autót, a nem létező kollégák. Így, és akkor hajrá, mehetünk is. Nagyon hidegek a kerekek, aha, érezhetően más. Most kevesebbet kell kormányozni. Most nem kell annyira rányomnom a kanyarra. Most már jobb. Most már alakulóba van. Ennyi. Az első körben... Hát a friss gumival mindig elszúrom ezt a kanyart. Amíg nem melegszik fel. Üzemi hőmérsékletre. Na hajrá. Na és eddig amúgy jól állunk, akkor azt jelenti, hogy...
Nem néztem meg, hogy... Hát végülis 15 perc alatt megtettünk 10 kört. Mondjuk. Hát akkor olyan 50 perc alatt azért csak végzünk ezzel a futammal. Na, akkor az úgy jó lesz. Akkor még jó, hogy ezt választottam. Na igen, na, szóval terv a következő. Megcsináljuk ezt a futamot, megkapjuk a 150 ezer kreditet érte. Tehát megcsináljuk a következő részben, megcsináljuk a... az Euróligát. A Gran Turismo-ban, a GT-ben. Megcsináljuk az Eurót, meg megcsináljuk a Pacific-et. Azokból úgy körülbelül 60 ezer kredit jön be, tehát összesen, hogyha most így összeszámolom, akkor 210 kredit fog bejönni. És bízok benne, hogy ez így elegendő lesz arra, hogy meglegyen a ruf. Most ugye fejből nem tudom, nem emlékszem rá, hogy mennyi pénzünk van most jelen pillanatban. Aztán lehet, hogy kelleni fog egy kis tőke. Egy minimális összeg. De azt majd meglátjuk, hogy azt miként fogjuk összeszedni. Vagy még azon is, hogy az is van a terveim között, igen, hogy megcsináljuk az Endurance-et itt, megcsináljuk a Pacific-et, és hogyha nincs meg a kellő összeg, akkor, mert ugye az lenne a terv, mondom akkor a teljes tervet. A teljes tervem az úgy alakult, úgy alakítottam át, bocsi. Úgy alakítottam át a tervemet, mert terveim szerint úgy volt, hogy Pacific League után a Special League-nek a negyedik oldala, azt így kimaxolni, és akkor Special akkor ki lesz pipálva teljes mértékben, ki lett volna pipálva teljes mértékben, utána a Gran Turismo World Kupa az kétszer is, egymás után, és akkor a Gran Turismo is teljes mértékben ki lett volna pipálva, és ott a Grand Tour, a GT kupák, és akkor utána ráfeküdtünk volna ezekre az Endurance-ekre, de egy kicsit változtatni kellett a taktikámon, és úgy voltam vele, hogy jó, akkor csináljuk azt, hogy előre hozzuk azokat az Endurance-eket, amiket már most meg tudok csinálni. Például itt ezt a Seattle-it meg tudom csinálni. Illetve mondjuk a 200 km-est is meg tudom csinálni a Lancerrel. Az annyi, hogy az 50 körös. Viszont én azt már a Ruffal szeretném megcsinálni. Mert ott azon a pályán, nem is tudom most így név szerint melyik az a pálya, de ott eléggé sok az egyenes. És hát azért a mi csupapával azért ezt így megcsinálgatni, mert azért nézzétek meg, ez a pálya azért úgy kanyargós, meg így úgy amúgy, és kettő darab nagy egyenes van benne, az egyik ugye ez, a másik meg maga a cél egyenes, ahol gyakorlatilag visszafogja a szekeret, az autót, a rendszer. De nagyjából úgy igen, ennyi. Tehát én szeretnék akkor már a ruffal menni. És nem is a felturbózott ruffal, mert az alap ruffal is meg lehet csinálni azt az Endurance-t. És akkor, amikor megvan az Endurance, akkor menni rá a Specialnek a negyedik oldalára. Vagy, még ez úgy tud alakulni, hogy esetleg megcsináljuk most ezt, következőben a Pacific-et, meg az Euróligát, és ha nincs meg a 440 ezer kreditem, akkor azt csináljuk, hogy a Special Line-nak a negyedik oldalát elkezdjük, de akkor olyan sorrendbe kell csinálni, hogy azokat a versenyeket kellene megcsinálnom, amiket a Lancerrel meg tudom csinálni, illetve van ott egy olyan kupa, egy olyan verzió is, hogy olyan autóval kell menni, ami nincsen tuningolva. Na most abból igazából, és hát olyanom, az van a GT40-es, ugye benn van a garázsba, és azon gondolkodok, hogy azokat a futamokat a GT40-esre fogom megcsinálni. Hogy ahhoz nem fogok külön venni egy autót, mert nem nagyon éri meg. Hogyha már értitek, benn van a garázsba a egy-kettő bónusz autó, akkor inkább azokkal csinálnám meg. Mert például nézegettem azokat, a Lancerrel nem lehet megcsinálni, mert nem engedi. Nem engedi a ruffal sem. Tehát igazából fogalmazzunk úgy, hogy olyan autókat nem enged, amiben van turbo. Tehát például a Mustangot, azt engedi.
Mustanggal engedné, csak a Mustanggal az a probléma, hogy 333-as, 339-es lóerő, és a Special Line 4-esen pedig azt kell tudni, hogy inkább ezek az 500-as kategóriák vannak már, tehát hogy ott nem nagyon érdemes már 300-asokkal menni. Inkább az 500 lóerős fölötti kocsikkal lehet menni. Vagy ugye még ott van a Cobra, mert a Cobra is egy olyan autó, amiben nincsen turbó, hanem ugye önmagától erős, önerőből erős. Csak ugye annak is az a hátránya, hogy 5 fokozatos és 4. fokozatban ugye hát eléred a maximumát, és akkor kész vége. De én szerintem ott az lesz majd, hogy a GT 40-essel fogjuk azt megcsinálgatni. Mert a Concept Car se engedi, igazából ugye most már egyik automat se engedi, mert mindegyik ugye turbózva van. És egyik se, tehát igazából csak a Lancer az, amit, hogyha azokat az autókat nézem, amiket ugye megvásároltam, amikor ugye mondtam, hogy menni fogok. Egyedül a Lancer az, ami indulhatna rá, csak nem is, tehát ugye, és nem is, tehát indulhatna, ha engedné abból a szempontból, hogy non-turbo. De hogyha leszedem a turbót, akkor se engedi. Sajnos, meg hogyha le is szedem a turbót, akkor visszaesek a 330-as kategóriába. Akkor meg esélyem nem lenne azokat a versenyeket megnyerni. Úgyhogy valószínűleg akkor majd a Ford GT 40-essel fogunk menni. Arra három futamra. És akkor ott azt csináljuk majd, hogy a Special Line 4, tehát a 4. oldalt, ott nem csináljuk meg a teljeset. Tehát egy részben, egy felvétel alatt nem fogom tudni az egészet megcsinálni, mert az nagyon hosszú lenne. Hanem az lesz majd, hogy fel fogom darabolni. Hogy megcsináljuk a 1, 2, 3, 6, meg 5, meg 5, az 10, 16 futamot megcsinálunk abból. És akkor a maradék 5-5 ilyen, hát a GT300-as, meg a GT500-as versenyeket, azokat meg majd egy külön részben fogom megcsinálni azért, mert az 5, hát azok ott jönnek be gyakorlatilag ezek a, és hát ott lesz majd a legelső ilyen szezonális, tehát ez ilyen szezonkupa, tehát hogy 5 verseny helyszín van, és igazából ugye pontozás van, és a végén igazából akinek a legtöbb pontja van az 5 versenyből, az kapja meg a fődíjat. Úgyhogy ja. Na közben a második helyen álló kollégát is leköröztem, és közben neki mentem itt a falnak. Durva, hogy a második körbe mentem egy 1.29.5-ös időt, azóta nem tudtam ennél jobbat menni. Na, és csak ki kellett mondanom, mert 1.29.7.85-ös időt mentem, tehát majdnem. Egy 0,2-del késtem el. Eléggé durva ebből a szempontból, pedig már nem is jók amúgy a gumik. Tehát az első két kerék már megint sárgába van. Ó, itt van két kollega. Ajjajjaj. Kicsit elfékeztem, mert nem akartam neki menni. Nem, mint hogyha nagyon számítani, hogy kocsolsz-e vagy sem. De úgy vagyok vele, hogy azért próbálok úgy vezetni, hogy az én a... Jó, már leelőztem. Oké. Okay. Ó, pont most jutott eszembe egy dolog. Ugye szokott lenni visszajátszás, ugye replay ebben a játékon belül. Na, érdekesség amúgy, hogy a játék az, ha jól emlékszem, akkor csak 60 kört tud visszajátszani. Tehát csak az első 60 kört tudja visszajátszani. Az utolsó, hát hogyha megyek a
két órás futamon, vagy megyek mondjuk a 90 körös futamon, akkor akkor azt nem tudja már feldolgozni, azt nem tudja már visszajátszani. Tehát csak elvileg, ahogy nézegettem, emlékeim szerint csak az 50 és 60 körig tudja visszajátszani a dolgokat. A többi részét már nem tudja. Annyit bírt a rendszer, és tök érdekes ebből a szempontból. Hát azért, ahogy nézem az időt, a total time-ot, azért most vagyunk lassan a 20. Nem, még a 19. körnek a végén vagyunk. 20. körnek a végén gyakorlatilag, hát akkor az nem is 50 perces lesz ez a verseny, akkor ez egy több mint egy órás. Egy óra valahány perc. Jó, mindegy, akkor ezt egy kicsit rosszul számítottam ki. Pedig a 1.29-es meg 1.30-as időket megyek. Ne lökjél ki! Mert az úgy nem szabályos. Azért mondom, 1.30 körül időket azért megyünk. Jó, hát mindegy, igazából akkor egy órás lesz ez a futam, akkor mégse 50 perc. Akkor ott azt úgy nagyon elszámítottam. Na, de ha már ugye 20. kör, elvileg nekem a 22-nek a végén kéne kijönnöm, mert úgy jön ki a lépés. Úgyhogy még ez a kör, a következő kör és akkor az utána lévő kör végén megyek be megint a boxba. Hát mondjuk már kelleni is fog, mert eléggé gyatra állapotban van már megint a kerék. Úgyhogy nagyjából igen. Na, másik téma. Akkor kezdjünk bele egy másik témába. Elkezdtem azon gondolkodni amúgy, hogy nekem ugye van ez a PlayStation 2-es emulátorom. Bár most az a helyzet, hogy eléggé rosszalkodik az is. De azon gondolkodtam, hogy ha esetlegesen sikerülne valahogy rábírnom, hogy működjön, és még sikerülne esetleg az OBS-t is ráállítani, hogy működjenek együtt, mert ugye egyszer ez már sikerült a Shadow of the Colossus-nál. Akkor esetlegesen egy Gran Turismo 3 is szóba jöhetne. Mint sorozat szempontjából. De mondjuk az úgy lenne, hogy azzal soha az életben nem játszottam még. Úgyhogy azt majd meglátjuk, hogy... Tehát igazából a Gran Turismo-val az a helyzet, hogy se az egyel nem játszottam, bár ebben annyira nem vagyok biztos. De szerintem az egyel játszottam. Csak keveset, csak nagyon keveset. Szerintem egy alkalom volt. Vagy nagyon max 2. De annyira nem emlékszem rá. A Gran Turismo 3, tehát az összes többi Gran Turismo az meg totál kimaradt. Attól függetlenül, hogy amúgy szerintem az egyik legjobb autóversenyes játéksorozat. Mondjuk ebből a szempontból nekem aztán oly mindegy, mert én például a Need for Speed-eket is szeretem. Szinte az összeset. Tehát én nem tudom, tehát nekem tetszettek ugye tehát tetszett nekem az egy is, bár mondjuk azzal nagyon-nagyon fiatalon találkoztam, és igazából mondhatni igazából csak azért tetszik, mert ugye retro hangulat, meg ugye emlékeket ébreszt fel. A kettő is amúgy tetszetős, a három ugye azért, mert ott ugye lehetett a rendőrökkel lenni, és ugye azok az ilyen multiplayeres, vagy hát osztott képernyős hajszák, vagy ugye azok a versenyek, amikor te vagy a rendőr, és igazából ugye minél több ilyen illegális versenyzőt el kell fognod. Nekem ugye az a része tetszett a Need for Speed 3-ból, ugye a Hot Pursuit-ből. Aztán a 4 az szerintem kimaradt nekem. Hát én a 4-re nem is emlékszem, hogy azzal úgy mi merre hány méter volt. Aztán jött ugye jött a Porsche Unleashed, és a Porsche Unleashed-nek köszönhetően amúgy van az, hogy én imádom a Porsche-kat. Tehát hogyha az, szerintem hogyha azt az NFS, tehát az EA az nem lépi meg azt, hogy na akkor csináljunk olyan NFS játékokat, hogy csak egy autó, de annak ugye végigmesszük az életútját.
akkor szerintem én a Porsche-ről a mai napig nem tudnék semmit. És akkor szerintem nem is szerettem volna bele azokba az autókba. És amúgy egy kicsit egy szívfájdalmam ez, hogy... Most hát jó, annyira nem szívfájdalmam, mert hogyha... Történelmi szempontból. Ha a Porsche Allis nem bukik meg annak idején, akkor az IE soha nem fogja megcsinálni. Tehát valószínűleg akkor soha nem kapunk egy NFS Undergroundot, meg egy NFS Underground 2-t. Több, mint valószínű, hogy akkor ez sose fog elkészülni. Mert hogyha... Mert igen, tehát hogy lényegében az volt ugye a lényeg, hogy a Porsche, az, a Porsche Unleashed az NFS résznek az nagyon-nagyon megbukott, az nagyon-nagyon zakózott. Azt sokan nem szerették. És az IE azt mondta, hogy na hát akkor nézzük meg az Underground autóversenyzést. Az meg bejött nekik. De az tény is való, hogy az NFS Underground 1, na az össze van rakva. Az tényleg, tehát annak úgy... Az tényleg pöpec, na az a játék. Az így kész, és így ennyi. Ebben mondjuk ugye az a gáz, ebből a szempontból, hogy felbuzzultak ezen az Underground stíluson azóta és az Electronic Arts, vagyis hát utána, és akkor jött az Underground 2, akkor ugye jött a Most Wanted, ami még mindig jó volt. Aztán jöttek ilyen Carbon, meg Rush, meg Run, meg mit tudom én mi volt, ilyenek. De hogy... Tehát én így úgy voltam vele, hogy... Hogy oké, okay, hogy jó téma ez az Underground dolog. De azért 10-15 éven keresztül csak ebbe a témába kiadni autóversenyes játékot, hát... Úgy voltam vele, hogy na, hogy azért... Legyen már valami új, na. Tehát mutassanak már valami újat. És jelenleg, mikor ez a felvétel ugye készül, jelenleg ugye még a Need for Speed Heat az, ami kijött legutóbb. És hogy tényleg 2019, és az Underground, az Need for Speed Underground az mikor jött ki? 2001-be? 2002-be? Nagyjából. Tehát, hogyha azt nézzük, és most meg 2019 környékén jött ki a Heat. Aztán 2019-nek a végén, igen. Tehát, akárhogy is számoljuk, 17 év, vagy 18-17 év alatt a Need for Speed, az gyakorlatilag csak az Undergroundból él. Csak ez a téma, ez a központi téma van, hogy az Underground, hogy a... Az illegális autóversenyzés, meg tuningolás, meg így, úgy, amúgy. Jó, nem azt mondom, mert ugye azt nézzük, akkor a Need for Speed 1 is, meg a 2 is, meg a 3 is, meg így, úgy, amúgy, azok is ugye erre épültek. Hogy igen, hogy gyakorlatilag illegális autóversenyzés volt. De nem az, hogy éjszaka, meg ilyen... Most bocsa, hogy ezt mondom, de ez a suttyó. Hogy ilyen suttyók vagyunk, és akkor igen, hogy nézd, itt van a kocsi, csillivilli, így, úgy, amúgy. És akkor mi vagyunk az utak császárai. Tudjátok, ez a halálosabb iramban. Tehát a halálosabb iramban is úgy vagyok ugye vele, hogy az első három rész az még úgy oké volt. A negyedik résztől azért most már az érezhető volt, hogy azért úgy így, hogy talán ott azért a sorozat is érezte már magán, hogy igen, hogy ez már kevés. És akkor ugye mentek át itt ugye egy kicsit más témákba. De tudjátok, mit mondok? Most én nem tudom, hogy az NFS Need for Speed Heat az mi merre hány méter. Jó, vagy hát, de tudom. Tehát annyi a lényeg, hogy én szerintem megint meg kellene lépniük azt, amit annó 2000-ben megléptek, hogy kiadni egy olyan játékot, hogy csak és kizárólag egy autógyártó. Tehát a Porsche Unleashed-et én szerettem. Én a mai napig imádom azt a játékot. Az másik dolog, hogy még mindig nem tudom elindítani a gépemen. Vagyis hát vannak vele problémák, de hogyha egyszer majd sikerül ezeket a problémákat kiküszöbölni, akkor akár még abból is lehet egy sorozatot készítek. Mert tényleg egy elfeledett gyöngyszem. Én szerintem. De hogy tényleg, igen. Tehát hogy... Akár lehetne egy ilyet is csinálni, hogy igen, hogy elmenni a Ferrarihoz, és akkor csinálni egy Need for Speed Ferrari.
és akkor csak a Ferrari-ról lenne szó, és akkor ugyanúgy megcsinálni, hogy igen, hogy a Ferrari-nak a kezdetétől. Mert aki nem játszott a Porsche Unleashed-del, azt annak elmondom, hogy mi a helyzet. A Porsche Unleashed-ben gyakorlatilag az egész Porsche életutat végig járhattad. Tehát 1950-től kezdődik a játék, az első modellektől, ugye 1950-től kezdődik? 50 vagy 1940 vagy 50-es évek környékén kezdődik a játék, az első Porsche autókkal. És akkor azokkal kell versenyezni. És ahogy ugye nyered a versenyeket, úgy telik az idő is. És akkor jönnek be az új modellek. Telik az idő, bejönnek az új modellek, és akkor utána jön mondjuk az 1900, és mondjuk ez az időszakos, mondok egy példát, 1940-től 60-ig van mondjuk az aranykorszak, és utána korszakváltás van, jön az ezüst korszak. Szóval mit tudom, az meg tart 1990-ig, és utána 1990-től 2000-es évekig, amikor már ugye az akkori modern autókról volt szó. És akkor például ezt meg lehetne csinálni az összes többi gyártóval. Meg lehetne csinálni a Ferrari-val, meg lehetne csinálni a BMW-vel, a Mercedes-szel, meg minden egyébbel, Audi-val, akárkivel. Jó, mondjuk ugye az már kérdéses, hogy ebbe mennyire lennének partnerek. Ugye az autógyártók már az licenszeket venni, így úgy amúgy. Bár értitek, tehát most... Szerintem ez... Azért valamilyen szinten azért az Electronic Arts-nak azért van pénze, na. Tehát... Nem inném, hogy gondjuk lenne ezekkel a dolgokkal, hogy figyeljetek már egy megvennénk a jogot, hogy az autóitok, a régi autóitok, a történelmi autóitok, azok benne lennének egy versenyes játékban, aminek annál lenne a neve, hogy Need for Speed valami. Vagy most értitek, például, most mondok egy másik jó példát, akkor hagyjuk ezeket, mert ugye nyilván nem fog létrejönni az, amit én most itt mondok, hogy úgy kiadni egy játékot, hogy igen, hogy csak a Ferrari, akkor még egy játékot, hogy csak a BMW, meg így úgy amúgy. Akkor mondok egy jobbat. Legyen az a címe, hogy Need for Speed és Retro. Vagy 1950. Vagy 1940. Tehát értitek, hogy egy olyan Need for Speed-et kiadni, hogy ezt az illegális autóversenyzést, hogy ezt miért nem lehetne visszavinni a múltba? Vagy a 60-as évekbe, értitek? Tehát, hogy miért ne lehetne visszavinni ezeket azokba az időszakokba? Tehát most mondok egy példát, ott van például a Grease című musical. Abban is van amúgy autóversenyzés. Jó, mondjuk az kakuktúrás ebből a szempontból, azt hiszem az a 70-es, 80-as évek elején játszódik, ugye? Na mindegy, de értitek a koncepciót, tehát hogy miért ne lehetne egy olyan Need for Speed-et kiadni, ahol régi autók lennének. Ugyanolyan autóversenyzés lenne, ugyanaz lenne a sztori, hogy igen, az éjszakai életben te legyél a császár, és akkor igen. És akkor régi típus autók, régi tuning, régi csilli-villi. Azért szerintem az tök menő lenne. Egy ilyen játékot azért megnéznék. Sőt, szerintem meg is venném. Sőt, szerintem játszanék is vele. Na, ez szép volt. Hagyjuk. Tehát igen, tehát meg is venném szerintem, és meg játszanék is vele. Kéne, hogyha nagyon-nagyon ótvar lenne. De ott is igazából ugye az lenne, hogyha nagyon-nagyon-nagyon ótvar lenne, így úgy amúgy, és azt mondanám, hogy igen, legalább ez egy jó ötlet. Hogy mint ötlet, az úgy jó lenne. Az egy szép dolog lenne. Ebből a szempontból. Most az, hogyha esetleg ugye szar lenne az irányítás, hát igen, mondjuk egy autóversenyes játéknál azért az irányítás az egy fontos szempont. Mondjuk a grafika is, most már ugye ott tartunk a grafika is, mondjuk nézzétek most meg ezt a Gran Turismo 2-t. Tehát, hogy... Igen. Látszik, igen, tudjuk. Tehát nem szép, ahogy megöregedett, igen. Most például itt az egyenes szakaszban lehet látni, hogy előttünk tölti be gyakorlatilag a dolgokat. Szemmel láthatóan teszi be a textúrákat.
De még mindig azt mondom, 1999. És még mindig megvan ennek a játéknak angulat, és én még mindig játszok vele. És én mindig szeretem. Annak ellenére, hogy kinéz. Mert kit érdekel, hogy hogy néz ki. Egyszerűen ennek jó volt a hangulata. Jók az autók, jók a pályák, jók a zenék. Amiből ugye ti nem hallotok semmit, de hogyha beírjátok, utána kerestek, hogy Gran Turismo 2 soundtrack. Mind az amerikai, mind az európai soundtrack is kiváló, amúgy mind a kettő. Úgyhogy igen, érdemes ezekkel foglalkozni. Szóval igen, na, tehát például nekem vannak ilyen ötleteim ebből a szempontból. Hogy igen, hogy egy olyan autóversenyes játékot csinálni, amiben a retro, az 1900, mondjuk, jó, legyen 1950. Tehát, hogy az így miért nem? Volt a... Aragami? Nem, Aragami az nem. Nem az Aragami volt az. Fú, mi volt annak a játéknak a címe? Pedig játszottam is vele. És az például ugyanilyen témája volt. De szerintem a... Az egyik ilyen karácsonyi videóban meséltem róla. Azt hiszem Motomania? Motomania, azt hiszem az volt a címe. Na, majd utána kell néznem, de Motomania volt az, na. Na az, na, igen, tehát akkor kész, akkor van ilyen játék. Hogy Motomania. Na, annak a játéknak keressetek utána. Azt nézzétek meg, na egy olyan na, nézzétek meg majd a trélert, meg videókat belőle, így úgy amúgy. És azt képzeljétek mondjuk el egy nagyobb játékfejlesztő cégnél, például egy Electronic Arts-nál. Tehát, hogy na mondjuk az ő kezükbe ez így, akiknek ugye megvan ugye a licenció, meg így úgy amúgy. Meg ugye fel tudják venni a kapcsolatot az autógyártó cégekkel, meg valószínűleg meg is tudják vásárolni a jogokat. Hogy igen, na az mekkora királyság lenne. Sőt, ugye tudom, mit kellene abba a játékba belerakni? Az, hogy 1950-be kezdődne, és akkor 10 évig. Egy 10 éves időszak lenne a sztori, a történetszál. Tehát, hogy haladna előre az időben. Mint a Driver 1976. Vagy, ne, 1976. Bocsánat, a Parallel Lines. Tehát például a Driver Parallel Lines-ba is, ugye ez volt. Hogy az elején a 70-es években játszottál, aztán ugye a játéknak a közepénél történik valami, de nem akarom leszpoilerezni, mi történik. És utána meg 2007-ben, 2008-ban játszódik tovább a játék, és ugyanaz a város minden, de új, tehát hogy modernebb autók vannak, meg még igazából egy kicsit megváltozik a város történet szempontjából. És amikor végigjátszottad a játékot, akkor utána kapsz egy olyan opciót, hogy tudod váltogatni az idősíkot. És akkor az úgy zseniális. Tehát ugye föltörténet szállat ugye befejezed, így úgy amúgy, és amikor csak már csak autókázol a városban, és mondjuk az a cél van a szemed előtt, hogy na akkor jó, akkor gyűjtsük össze az összes autót, akkor ugye vissza is kell menni a múltba, mert ugye vannak olyan autók, amiket, meg vannak olyan, igen, vannak olyan járgányok, amiket csak a múltban, ezeket a 70-es években tudod összeszedni. Meg ugye vannak azok a járművek, amiket csak és kizárólag 2007-ben tudod összeszedni. Hú, pedig tényleg a Driver Parallel Lines is mekkora egy játék. Nagyon jó amúgy. Én azt is imádom. De elő is kéne amúgy vennem. Csak ugye azzal az egy gond van, vagy legalábbis még nem tudom, mert annak idén, amikor játszottam vele, akkor a magyar felirat, ami készült hozzá, az nem mindig volt a helyzet magaslatán. Azzal azért voltak problémák annak idején. Aztán nem tudom, lehet, hogy azóta lett javítva. De majd utána kell néznem. Pedig tényleg a Driver Parallel Lines. Na, ez egy jó ötlet. Ennek majd utána kellene majd akkor néznem, igen. Hogy mi merre, hány méter. Majd föl is írom magamnak, csak ne felejtsem el fölírni magamnak. Hogy a Parallel Lines-nak utána nézni, hogy mi a helyzet most a magyar fordítással. Még a többi dologgal.
Szóval, ja. De igen, Motomania, azt hiszem az a neve. Annak a játéknak. Az is amúgy barom jó játék volt. Csak egyetlen egy probléma volt vele, ha jól emlékszem. És az a legvége. Hogy az utolsó pálya az nem indult el. Mert valamiért mindig kifagyott a játék, és nem is értettem, hogy miért. Hogy mielőtt elindultál volna az utolsó versenyen, még tök jó voltam, hogy az egésznek a felépítése, iszonyatosan jó, nagyon-nagyon szerettem, és sose tudtam végigjátszani, mert az utolsó pálya az mindig kifagyott. Mindig szétdobott, és mondom, hát ezt nem hiszem el. Pedig az is egy olyan játék volt, és egy olyan játék, igen. Jó, akkor annak is majd utána nézek, na. A Motomániának is utána nézek majd, hogy mi a helyzet vele. Tehát igen, vannak nekem amúgy videójátékok, amikről én szeretnék sorozatot készíteni, csak igen, technikai problémák vannak velük. Tehát, hogy úgy nehéz valamiből sorozatot készíteni, ahogyha mondjuk a felénél vagy a végén ugye így megbukik az egész történet. Ott van például a Legendary című játék, egy ilyen lövöldözős játék volt az. Aztán még készítettem is róla random gameplay videót, hogy annál is játszottam, és úgy voltam vele, hogy ez egy jó játék, csak a végén van egy lift. Belépsz a liftbe, töltőképernyő, és utána elvileg a lift ajtónak ki kéne nyílnia. Na nem nyílik ki. És ott bent ragad. Sőt, nem, mondok másikat. Aztán nálam nem is azt csinált, hogy nem nyílt ki a lift ajtó, hanem hogy elindult a lift nélkülem. Én meg textúra alá estem mindig. Ja, azt hiszem tényleg az volt, igen, hogy nem is indult, de hogy elindult a lift, csak nélkülem. Tehát, hogy én átestem a liftnek a padlózatán, és nem vitt föl az emeletre. És akkor így nem tudtam megcsinálni a játékot. És például annak sem tudom, hogy mi a vége. Sajnos. Pedig az is egy olyan játék, hogy szerintem abban is készítettem volna sorozatot, hogyha működik. Nem lett volna benne ez a kis baki. Na mindegy. Meg hát ugye vannak bizonyos játékok, amiből ugye én nem azért nem csinálok felvételt, mert technikai problémák vannak, vagy ne futna el esetleg a gépemen, nem csak szimplán nem érdekel. Egyszerűen nem vonz. És tüsszenteni fogok. Jaj. Jaj, bocsánat. Tehát igen, vannak a játékok, amik sajnos, de nem érdekelnek. Na, utolsó box kiállásunk következik, srácok, lányok. Mert már nagyon piros van az első két kerék. Itt vagyunk a 33. körnek a végén. Szóval igen, vannak ilyen játékok, amik elfutnának, meg lehet, hogy jól is tudnám hozni, tehát nem tudnám amúgy jól hozni a játékot, mert nem érdekel. Az egy probléma van vele. Tehát... Ilyen például a Resident Evil sorozat. Tehát, hogy én az összes részét láttam. De nem tudnék vele játszani. Vagyis hát fogalmazzunk úgy, hogy de, tudnék vele játszani, csak nem szívesen játszok vele. Ahogy más játszik, én tehát szívesen megnézem mástól YouTube-on így úgy amúgy. De én nem. Én valamiért engem az nem vonz. Nem tudnék leülni, hogy na akkor most végigjátszom a Resident Evil-t. Bármelyik részét. Egyszerűen tudom, hogy leülnék, elkezdenék vele játszani, és mondjuk az első fejezet után kiírná, igen, hogy jó van, igen, teljesítettél az első fejezetet, elmenteném, és akkor azt mondanám, hogy jó, majd holnap folytatom. De ez a holnap ez soha nem jönne el. Szóval igen. Jó, mondjuk ez is ám egy olyan kijelentés az én számból, hogy mint a Dark Souls-nak a témája. Tehát én úgy voltam a Dark Souls-szal is, hogy soha büdös életemben nem fogok én azzal játszani. Mert úgy mondom, hogy nekem nem kell az, hogy egy játék szivasson. Tehát nekem arra nincsen szükségem. Aztán lehet, hogy csak fogtam magamat, azt leültem, és akkor elkezdtem vele játszani. És igazából úgy voltam vele, hogy egyre ügyesebb voltam benne, meg ugye az a dolog hajtott, hogy azért ezt a játékot
ezt egy réteg játékosoknak készítették. Azoknak a játékosoknak készítették, akik jó játékosok, igen, akik ügyesek, akik odafigyelnek mindenre, akik tudnak koncentrálni, és úgy voltam vele, hogy igen, nekem ez kell, hogy én is ezt szeretnék lenni. Egy ügyes videójátékos szeretnék lenni. És úgy voltam vele, hogy igen, hogy ezt a játékot más emberek is végigjátszották. Hogy nem sokan, és úgy voltam vele, hogy sok ember ugye azt mondta, hogy na nem, köszöni szépen, ennyi. És én meg úgy voltam vele, hogy én nem akarok azok közé tartozni, akik azt mondják, hogy nem. Hogy nem játszotta végig a játékot. És úgy voltam vele, hogy de végig fogom játszani a játékot, hogyha mondom, hogy nem. És úgy voltam vele, és mindig, amikor ugye szenvedtem egy bossnál, akkor mindig azt mondtam, hogy nem, ezt végig lehet csinálni, csak észre kell vennem, hogy hol vannak a hibák. Hogy hol, mi, merre, hány méter. Tehát, hogy megvan egy ritmusa mindennek. És lássatok csodát, még sorozatot is készítettem belőle, nem is egyet. Úgyhogy annyira beszippantott. És amúgy nagyon sokat köszönhetek neki, mert tényleg úgy érzem, hogy sokkal jobb és ügyesebb játékos váltam általa. Yeah! Úgyhogy nagyjából így ennyi. Meg ugyanígy vagyok ugye a Heroes of Might and Magic 5-tel. Hogy mióta azt elővettem, annak idején is ugye kijátszottam, végigjátszottam, utána kezdtek el érdekelni ezek a stratégiai játékok is, mint addig amúgy engem nagyon hidegen hagytak a stratégiai játékok. Úgy voltam vele, hogy nem megy, mert tiszta hülye vagyok benne. Nem tudtam stratégiákat létrehozni, nem láttam át a rendszert. Nem láttam át a lépéseket, nem tudtam előre gondolkodni. És hát igen. Tehát például a Heroes 5-nek is azért sokat köszönhetek ebből a szempontból, hogy megszerettettem velem a stratégiai játékokat, a körökre osztott stratégiai játékokat, meg ugye azért a... Hát igazából a stratégiai játékot, igen. Sőt, amúgy tök érdekes, hogy én a sakkot is szerettem annak idején. Úgyhogy igen, és amúgy tök érdekes, hogy én annak idején játszottam egy sráccal, még fiatalabb koromban, aki ilyen sakversenyekre járt, és hát ilyen sakszakkörre, így úgy amúgy, és akkor leültünk egymás elé, nem is tudom, hogy már hogyan találkoztunk, mindegy, és akkor elkezdtünk egymással sakkozni. Na mindegy, és akkor annyi volt csak, hogy sakkoztunk, és igazából akármit lépett, akkor én arra egy mindig reagáltam valamit. És így tök részre vettem rajta, hogy frusztrált. Hogy nem tudja, hogy most mi merre, hány méter. Azt utána meg ugye az volt, hogy én megvertem őt sakba, és kiderült, utána mondták el, hogy a srác gyakorlatilag izére jár. Ilyen sakkörre, meg így úgy amúgy. És igazából el lett ugye... Én igazából úgy voltam vele, hogy jó, most ez így nagy kaland, de azt úgy éreztem a srácon, hogy neki ez így nagyon-nagyon rosszul esett. Hogy egy olyan ember verte el sakban, aki soha büdös életében nem járt ilyen szakkörökre, meg nem is ismeri gyakorlatilag az ilyen trükköket, meg ilyeneket. Én csak betartottam a sakbábúnak ugye a bábuknak a lépési szabályait, aztán kész, aztán ugye mindig reagáltam. Sőt, egy idő után nem is az volt, hogy reagáltam, hanem igazából csináltam valamit. Sőt, szerintem ott ugye az volt a probléma, most egy utólag visszagondolva, belegondolva, szerintem ott az volt a helyzet, hogy én nem is gondoltam én bele, hogy mi lesz a következő lépésem. Szerintem a srác ott olyankor nagyon-nagyon ráfeszült már így a végén, tehát ő nagyon-nagyon előre gondolkodott, túlságosan is előre gondolkodott, hogy mi merre, hány méter. Én meg csak ott ültem, aztán igazából így mondhatni, nem is érdekelt, hogy mi merre, hány méter. Tehát ő lehet, hogy ebből így presztízs kérdés, talán ez a jó kifejezésre. Tehát ő szeretett volna engem legyőzni. Hát aztán igazából mindegy. Szóval lehet értitek, hogy hogy fiatalabb koromban is meg volt ez a sok stratégiai vénám, csak így sosem tört felszíre. Mégis csak várni kellett a
20-ager korszakomra, a 25 éves korszakomra. Azt hiszem 25 évesen kezdtem el, vagy mikor volt? 25, 26, 27. Nagyjából, ja. Akkor kezdtem el stratégiai játékokkal játszani. Addig csak három játékkal játszottam. A Soldier of Anarchy, az Age of Empires, jó, akkor inkább nem mondok számot, tehát Age of Empires-ökkel játszottam annak idején, Soldier of Anarchy, a World War 3, Black Gold, meg a Heroes 5. De ezekben a játékokban iszonyatosan rossz voltam, tehát én mindig a könnyű fokozaton játszottam ezeket. Tehát nem az, hogy normál, meg nehéz, meg ultra brutal high-tech. Tehát, hogy egyet lépek és meghalok nehézségi fokozaton. Úgyhogy, ja. Na meg sokat segítettem úgy a szerepjátszás is ebből a szempontból. A szerepjátéknak is úgy van egy ilyen passzív képességnövelője ebből a szempontból, hogy előre gondolkodsz, hogy vajon mi fog történni, és hogy vajon... Igen, tehát hogy amikor az adott karakterrel vagy szerepjátszásban, akkor azért próbálsz úgy játszani, igen, hogy mit csinálhat a karaktered, de közben azért előre is gondolkozol, hogy vajon mi fog történni, és hogy vajon esetleg a harci szituációban is, hogy tudod úgy csinálgatni a dolgokat, hogy a következő körben neked már jó legyen. Na, ez lassan véget ér amúgy a versenyünk. Már csak ez a kör, meg még egy kör van hátra. Annyira itt elbeszélgettem itt az időt itt a dolgokról. Hát jó, mondjuk nem sokat kapcsolódott ugye a Gran Turismo 2-höz. Szó, végülis videójátékokról beszéltünk, úgyhogy Gran Turismo is egy videójáték. Úgyhogy szó. Talán, ami elmondhatjuk, hogy igen, hogy gyakorlatilag a játékról beszéltem. Esetleg. Ami hozzá kapcsolódhat. Na. De akkor, ha már idáig kibírtuk, akkor még egyszer összefoglaljuk, hogy mi a terv. Megkapjuk ebből a kreditet, megkapjuk a bónuszautót. Utána Pacific. Ja, meg ugye kiszámolom, hogy igen, hogy mennyi kreditem van. Mert a Pacific Liga, meg az Euróliga az 60 ezer kreditet fog hozni. Ha nincs meg most a 380 ezer kredit, akkor az azt jelenti, hogy igen, akkor a Special Line negyediket azt el kell kezdeni, de akkor csak a felét csináljuk meg. És nem is a felét csináljuk meg, hanem ugye akkor, de igen, az egyik felét akkor megcsináljuk. És akkor majd miközben azt a részét ugye csinálgatjuk, azon az oldalon leszünk, akkor hogy közben összejön a pénz, és akkor közben megveszem a ruffot. És akkor a ruffal tudok elmenni egy-két Endurance-t is. Valószínűleg a World Cup-ot azt nem tudom vele, igen, a világkupát azt nem fogom tudni vele megcsinálni. De majd meglátjuk. És majd össze kellene valahogy szednem 2 milliót is. Valamilyen úton, módon. Hát ez majd hogy lesz, majd azt meglátjuk. Na, mindjárt célegyenesbe vagyunk. Utolsó kanyarok. 1, 2. Célegyenes. Meg is vagyunk. Finish. Na. Jó, sok mindenkire rávertem. 1-2 kört. Úgyhogy jók voltunk. Na. Akkor nézzük, mennyi pénz is jön be. 150 ezer. Hát nincs meg, mert hogyha már csak 6-at hozzáadok, akkor is az is csak 400 ezer lesz.
Úgyhogy mindegy, igen. Hát akkor az lesz a következő részben Euróliga és Pacific Liga. Aztán majd utána. Na, de legalább akkor a Seattle-i az ki van pipálva, meg a Trial Mountain-nak a 30 körös versenye is. És akkor nézzük meg, hogy milyen kocsit kaptunk. GT90-es. Wow! Az igen. Az nagyon durva. 716-os a lóereje. És MRS. Na. Ez nem rossz. Suspension, fog customization, full racing transmission, racing modification. Az nagyon jó. Na, akkor srácok, lányok. Ez a rész akkor ennyi lenne, akkor köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, én Szói voltam, legyetek jók, hihetosok fizet, vigyázzatok magatokra és egymásra, és akkor a következő részben megyünk ide, erre az oldalra, az Euróligát megcsináljuk, meg a Pacific Ligát is megcsináljuk. Na, hogyha srácok, lányok, legyetek jók, hihetosok fizet, én Szói voltam, következő részben találkozunk. Sziasztok!